Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit a BDC-nek ebben a videójában, amely a nagy érdeklődésre való tekintettel a BDC új marketing tervéről fog szólni. Ez a marketing terv segítséget fog nyújtani azoknak is, akik nem rendelkeznek különleges marketing tapasztalatokkal, de mégis sikeresen szeretnék az üzletüket vinni. Az új marketing tervben 7 féle különböző jövedelemtípusról tudunk beszélni, úgyhogy kezdjük a legelsővel, BDC-nek az ajánlói jövedelmével. Az ajánlói jövedelem 9 szintből áll, ami nem jelent mást, mint az, hogy a BDC partnerek 9 szintes mélységig tudnak bevételt szerezni az ajánlások után. Ennek a rendszernek az az érdekessége, hogy nagyon nagy az összefüggés a személyes vásárlásainkkal, ugyanis azok teszik lehetővé, hogy hány szintes mélységig tudunk bevételre szert tenni. Ez a rendszer egy remek lehetőséget biztosít arra, hogy ne csak szélességben gondolkodjunk, hanem mélységben is. Hogy jobban megértsük a rendszert, be fogok mutatni egy pár példát, és ebben jól látható lesz, hogy mit jelent az a 9 szintes mélység, és az, hogy miért fontosak a személyes vásárlásaink. Egy egyszerű példában például látható az, hogy ha $50 APT vásárlással rendelkezem, akkor az azt jelenti, hogy az első szintre vagyok jogosult, tehát hogyha az első szinten van 3 partnerem, vesznek bármiféle licenzet, akkor mindegyik után 99%-ot kapok. Ha továbbra is csak $50 APT-vel rendelkezem például, tegyük fel, hogy valamelyik első szinten levő partnerünk hoz egy újabb partnert magával, akkor bizony ebben az esetben nem fog már százalékot kapni az ő licenzvásárlások után. Viszont, hogyha $100 APT-vel rendelkeztem volna, akkor bizony utánuk is kapunk volna 7-7%-ot. Hogyha jobban megnézzük a következő példát, akkor viszont jól látható, hogy mit is jelent ez a 9 szintes mélység. Jól látható, hogy a hálózatunk mélységében nagyon szépen növekedett, és amennyiben például $1000 APT-vel rendelkeztünk volna, akkor mind a 9 szintről megkaptánk a megfelelő százalékot. Ami azt jelenti, hogy egy egyszerű példánál maradunk, és mindenki $1000 értékbe vesz ajánlói licenzet, ami ennél a példánál maradva összesen $500 lenne. A következő jövedelem típus, amiről beszélni fogunk, a gyors start bónusz. Ahhoz, hogy ezt kiváltsuk, különböző feltételeknek kell, hogy megfeleljünk. 15 napon belül legalább 5 üzletet kell, hogy kössünk, és a gyors start bónusz keretén belül az 5 vásárlás közül megkapjuk a legkisebb eladásnak az összegét. Az is nagyon fontos, hogy ebben a 15 napban többször is megkaphatom ezt a gyors start bónuszt, annyi alkalommal kaphatom meg, ahányszor 5 új ügyfelet hozok. A következő jövedelem a karrierbónusz. A karrierbónuszon belül 13 szint van. A karrierbónusz annyit jelent, hogy a karrier egy bizonyos szintjének elérésekor a partner további bónuszt kap. A partner dönti el, hogy a bónuszt készpénzben vagy értékes ajándék formájában kapja meg, vagy azt is választhatja, hogy halmozza tovább ezeket a prémium bónuszokat. Így módon, hogyha eljutok például ambassador pozícióig, és nem váltottam ki semmilyen nyereményt, akkor $225,000 üti a markomat, vagy egy új Lamborghini. Viszont, hogyha elérjük a Grand Ambassador programot, akkor nem kapunk további $300,000, hanem a $300,000 és a $225,000 közötti különbözetet, azaz $75,000 fogunk megkapni. A következő jövedelem szerzési lehetőség a karrierpool. Ebben az esetben a cég a teljes forgalmából karrierpoolokat alakít ki, és összesen a forgalom 9%-át osztja ki. A karrierpoolra emerald szintől vagyunk jogosultak, egészen a Grand Ambassador pozícióig. Minden egyes pool 1-1%-ot kap, és fontos megjegyezni, hogy minél feljebb kerülünk, annál kevesebb emberekkel osztozunk az adott poolnak az összegével. Minél feljebb jutok ezeken a szinteken, annál nagyobb lesz a rámeső rész. A különböző szintekhez tartozó kvalifikáció így néz ki. Beleszámít a forgalom, a személyes vásárlás, illetve Szafír szinttől a csapat összetételünk is. És ennek a rendszernek az a célja, hogy igazi vezetőket neveljen ki. A következő jövedelmünk az autóbónusz. Ezeket Senior, Szafír és Almaz minősítés után lehet elérni, amennyiben a minősülés elérésekor megfelelünk a feltételeknek. Ebben az esetben a cég kifejezetten autóbérlésre vagy leasingre fordít a minősítetteknek egy USDT összeget, és nagyon fontos, hogy ezt az összeget kizárólag erre a célra lehet felhasználni. A szükséges feltételeket a képen láthatjuk. A következő bónuszunk egy csodálatos körutazás. Az a partner, aki teljesíti a feltételeket, lehetőséget kap egy sétahajó kirándulásra, amelyre évente egyszer kerül sor. Ennek az utazásnak nem csak az a célja, hogy pihenjünk és feltöltődjünk, hanem pénzügyi és befektetési tudásunkat tovább tudjuk növelni, új távlatokat tudunk nyitni a blokklánc és a kriptovaluták területén, illetve különböző érdekes előadásokat tudunk hallgatni top trénerektől az üzletépítési parágából. Annak, hogy mi is részt vehessünk ezen az utazáson, feltétele van. Ugyanakkor ezt a feltételt 3 különböző módon is tudjuk teljesíteni. Az első példa, hogy a személyes vásárlásunk érje el a $20,000. Másik példa, személyes vásárlás $1000,
és a frontvonalunk 19 000 dollár. A harmadik példa, személyes vásárlás, 1000 dollár, illetve a csoportforgalomnak kell lennie 20 000 dollárnak úgy, hogy a legnagyobb águnknak maximálisan beszámítható értéke 10 000 dollárnak kell lennie, és a többi ágnak szintén 10 000 dollárt kell kitennie. Magyarul, hogyha van egy águnk, ami eléri a 15 000 dollárt, akkor is csak 10 000 dollár kerül beszámításra. Végül, de nem utolsó sorban itt van nekünk a BCT és a VBT. A BCT esetén a cég sikerességében tudunk profitálni, a VBT esetében pedig teljes kriptopiac sikerében tudunk osztozni. Amennyiben jól teljesítnek a kriptovaluták és a piac felfele megy, akkor az értéke növekedik. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek a videót, ha van bármiféle kérdés, akkor írjatok nekünk.